Otthon, édes otthon. Mindannyian kellemes, ízléses és praktikus otthonra vágyunk. Olyanra, ahová tényleg jó hazamenni. Sokan azt gondolják, gondoljuk, hogy egy szép lakás kialakítása sok pénzbe kerül. Pedig ha van egy kis elszántságunk, minimális kézügyességünk és persze stílusunk, akkor roppant könnyen tudunk magunknak különleges otthont varázsolni saját készítési bútorokkal. Stresszoldó, megnyugtat, tehát hogy ez egy nagyon jó hobbi tud lenni, és az kiszakítja az embert a hétköznapok monotonitásából. A nőknek most már saját csavarhúzókészletük van, megtanulták használni a mestertapaszt, a gletvasat, a hőlékfúvót. Hölgyek, akik minden szabad idejüket az alkotásnak szentelik, profik és lelkes amatőrök. A Csináld Magad mozgalomhoz már több tízezer ember csatlakozott. Olyanok, akiknek fontos a környezetünk megóvása, a régi bútorok kiegészítők újraértelmezése, és persze az alkotás öröme. Én egy kereskedelmi bankban voltam lakossági ügyféltanácsadó. Szentrődi Enikő azonban ma már az előbb említett mozgalom egyik oszlopos tagja. Kreatív énjének kiteljesedése 5 éve kezdődött, amikor is új házba költözve régies bútorokat szerettek volna vásárolni maguknak. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy ezt nem tudjuk anyagilag kivitelezni, és akkor kezdtem el alternatív lehetőségek után kutatni, hogy úgy alapvetően egyébként jó a kézügyességem, tehát gondoltam, hogy ezt biztos meg tudom magamnak is csinálni. És igaza is lett, Enikő ma már workshopokat tart, blogot ír, és persze folyamatosan alkot. Most például ezt a hatalmas tükröt alakítja, vagy inkább festi át, amiben egy kicsit én is besegítek. De az antikolás művészete mellett más jellegű bútor átalakító módszerek is léteznek. Az aranyozás, ami 3 színnel szoktunk csinálni, a repesztés, a dekupás technika, a transfer technika, illetve a stencilezés van rajta. A bútorfestés vagy újraértelmezés egyébként környezetkímélő, hiszen a régi darabokat nem kell kidobni, azokat megsemmisíteni, hanem felújítva újra hasznosítható. Az átalakításhoz pedig nem kell nagy műhely. Minden háztartás megtalálható gyönyörű, szép, ízléses, igényes műanyag virágtartó, amit most éppen kőhatásúra próbálok meg lefesteni. És ez a munka, ahogyan látszik, éppen a konyhában történik, a lakás közepén. Iványi Krisztina 1 éve szerelmesedett bele a bútorok festésébe és a különböző tárgyak átértelmezésébe. Ez idő alatt komoly tudást szerzett, mind a technikai, mind az anyagismeret terén, amit ennél a virágtartónál is alkalmaz. Mondjuk úgy, hogy házi krétafesték lényegében egy latex falfesték és folyékony glett keveréke, amit megszíneztem. Ezt fixálni kell valamivel. A krétafestékeket általában vaxszal szoktuk fixálni. De Krisztina nem csak az átalakításban jó, a lakberendezés is közel áll hozzá. Mint mondja, minden itt a fürdőszobában kezdődött. Először a csempét festette át, majd jöttek a kiegészítők. És akkor nem volt ajtó, akkor készítettem ide egy ajtót. Ez is ilyen natúr raklapdeszkából van, és ez egy truváj rajta a kis fogantyúja. De a raklap a lakás más részén is szerephez jutott. Az asztalnál, ami duplán újra hasznosított. A Singer varrógép lábain ugyanis egy különleges asztallap fekszik. A legnagyobb megrökönyödésére annak a szegény asztalosnak, akit erre megkértem, a szemétre, de egy tűzre ítélt raklap kockákat kellett, hogy összeragassza, és utána lecsiszolja, de úgy, hogy direkt kértem, hogy a szögek még véletlenül se kerüljenek ki belőlem. Így pedig az asztal ezt a különleges látványú felületet kapta. Krisztina nem főállású dekoratőr, bár lehetne. A Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatóságának egyik vezetője. Pozíciójából fakadóan kiemelten fontosnak tartja a környezetünk megóvását, valamint a kreatív közösségek megismertetését. Az alkotó energia pályázat célja pont ennek a kettőnek a népszerűsítése, valamint bemutatni, hogy a pályázók milyen bútorokat vagy éppen más használati tárgyakat készítenek. Ez a fajta értékőrző kreativitás, ami kíméli a környezetet, ez szellemiségében nagyon közel áll az atomerőmű filozófiájához, ezért próbáltuk erre a mozgalomra, talán hívhatom így ezt a Csináld Magad mozgalmat, felhívni a figyelmet. De a közösségben rejlő és meglévő tudás átadása is rendkívül fontos és hasznos. És ez a fajta közösségi tudás is egy olyan érték, amit
meg kell mutatni a nagy világnak, mert minél többen csatlakoznak hozzá, a tudás annál nagyobb lesz, és annál többen is tudnak meríteni ebből a tudásból. És ha már a tudásnál tartunk, akkor ismerjenek meg egy igazán nagy tudással bíró szakembert. Szerettem volna egy ilyen családi fotófalat, nem akartam sok pénzt rákölteni, meg egy ilyen tényleg gyors, egyszerű megoldást, úgyhogy ezt se feltétlen kell túlbonyolítani. Gyors és egyszerű. Krivarics Ditta is a már többször említett alkotó mozgalom tagja. Ő a professzionális vonalat képviseli, lakberendező, designer, blogger, aki szívesen ad tanácsokat és osztja meg tudását a közösség tagjaival. Ditta az Alkotó Energia pályázat egyik zsűri tagja lesz, aki már tudja, hogy mire fog a legjobban figyelni a pályamunkák bírálásánál. Nekem nagyon fontos a kivitelezésnek a minősége. Tehát, hogy ne egy ilyen sufni-tuning munka legyen, hanem legyen szépen megcsinálva. Mint ahogyan az ő házukban is minden, már meglévő tárgy és kiegészítő a legmagasabb minőséget képviseli. A legnagyobb munka az ajtótokok, például fehérről natúrra történő átalakítása volt. A férjem, aki kb. 300 munkaóra alatt szedte le a festéket, és utána... Nem csak erről, hanem az egész házban. Az összes, azt hiszem 6 darab van, nem mindegyik ilyen méhtokos, de igen, hónapokat dolgozott rajta. Ennyi munka a hálószobával nem volt. Kreatív ötletekből és kiegészítőkből azonban nincs hiány. Ez vonalzókból összeállított. Hát ezt vettem, úgyhogy igazából nem tudom pontosan, hogy ezek tényleg ilyen régi lécek, vagy pedig csak megcsinálták olyanra, mintha. De ennek talán nincs is jelentősége. A falon bekeretezett bizonyítványokkal és a régies székkel együtt egy egészet képez. És hogy mi a titka a lakberendezésnek? Legyen egy koncepciója. Tehát tudja azt, hogy mit szeretne, tudja megfogalmazni, és ahhoz végig tartsa magát. Nagyon könnyű elcsábulni, hogy ez tetszik, vagy inkább egy olyat választani. Ha kicsit is letér az ember az útról, akkor már csúszik szét az egész terv. Ha pedig nincs ötlet vagy koncepció, akkor bátran inspirálódjunk. Az internet tele van jobbnál jobb ötletekkel. A hétköznapokban keveset vagyunk otthon, ezért az ott töltött idő felértékelődik. Fontos, hogy olyan környezetet alakítsunk ki magunk körül, ami pihentet és megnyugtat. Nem kell lakberendezési trendeknek megfelelni, a lényeg, hogy nekünk tetszen. És ha ezt saját festésű bútorokkal, kiegészítőkkel érjük el, akkor még elégedettebbek lehetünk.